Isten hozott benneteket, nagy örömmel látlak benneteket, jó napot kívánok mindenkinek, és boldog új évet! Boldog új évet, mert ma van a hunoknál az új év, március 21. És éppen annyi van, úgyhogy most boldog új évet tudunk kívánni. Keletebbre a rokonságnál is, a kurdoknál is március 21-én van, igen. És a piros-fehér-zöld a zászlójuk ráadásul, ugyanolyan piros-fehér-zöld, mint a magyar zászló, csak egy nap van rajta, nem címer, hanem egy 11 sugarú nap van rajta. Ami megint nem véletlen, úgyhogy teljesen nem véletlen. És önálluk is most van. De a holdúj év az most van a kínaiaknál, most indult a sárkány éve, múlt héten beszéltünk róla. Az egy kicsit el van csúszva, mert egy csomó időszámítás van a Földön, amit még tartanak. Van egy nagyjából elfogadott közös, hogy szilveszter, meg mit tudom én, hát van egy ilyen közös, de ezen kívül tartják a régi időszámítást is. Mert hogy az hordozza egyúttal az ő ősiségüket. De a hunok ugye 6060 körül tartanak, és a 6060 az nagyon sok. Az nagyon sok. 700 évvel előbb jöttünk ide, mint a zsidók. 700 évvel előbb. Tessék, parancsolj! Kurdisztán zászlóját megnéztem, 21 ágú az a nap. 21 ágú? Igen. Na, én nézegettem a weblapjukat, és akkor ott 11 ágú volt. Akkor lehet, hogy már megmásították az okot. Nem tudom, igen, nem tudom. De a 21 ágú is érdekes, ugye, mert hogy 21-én van most éppen az új év, ami nagyon fontos, mert hogy a tavasz kezdete nagyon fontos. A tavasz kezdete, és a tavasz kezdetével nem a március 1-én induló tavasz, hanem a március 21-én induló tavasz, ami ráadásul éppen a kos. Tehát az asztrológiai jegyek is a kossal indulnak. És ez benne a lényeg, hogy a mi időszámításunk szerint van az asztrológia. Ezen érdemes elgondolkodni. Bizony. Hogy van ez? És tényleg így van. És amellett, ugye még más népeknél is megtalálható ugyanez. Sok helyen a hold időszámítást használták, mi a medvetoros éveket használtunk. A medve szent állat volt, nem bántották. Szóval nem volt szabad lelőni, hozzányúlni semmi. Medve szent állat volt. Persze, mert az Ursa Majorból jöttünk, meg az Ursa Minorból, meg a fiastyúkból jöttek ide rokonság. Ezek magyarok voltak, sőt, meg is értették egymást, pedig nagyon távoli helyeken voltak, ennek ellenére az univerzumban távol voltak egymástól, de megértették egymást, űrhajoztak, stb. De a hunok is űrhajoztak, vagy az egyiptomiak űrhajoztak. Ilyenről szó nincs. Egyszerűen a történelemírás az lenullázott minden ilyet. Lemásztunk a fáról, az kus. Hát én azt mondom, hogy hát azért érdemes lenne ezen egy kicsit még elgondolkodni a fáról lemászásba, mert hogy a Darwin sosem mondott ilyet. Olvasd el a fajok eredetét, és rá fogsz jönni, hogy igaz, amit mondok. De ne ilyen kommunista fordítást olvassál, hanem az eredetit olvasd, és akkor rá fogsz jönni, hogy ja, hát tényleg. Mert aztán utána próbálták simliskedni, arra csúsztatni, meg más mondani egy kicsit, meg nagyon. Tehát ilyen van, mert bizonyítani akarták az elméletüket. Tehát kellett egy világelmélet a kommunizmus alá. És ez nagyon jó bejött nekik, a materializmus. És az ugye a papokat agyonverni, a múltat végleg eltörölni, rabszolgad indulj velünk. És ettől kezdve nagy bajok lettek. Nagy bajok lettek, bizonyos fejlődés van, de bizonyos átrámutatás is van. De eltöröltették velünk a történelmünket, úgy fölégette a mexikói püspök a 35 ezer éves történelmet, mint a húzat. Alig maradt belőle, vagy négy ilyen kódex. A,
az egyiptomi kódexeket is tüntették el, és hát valahogy leégett, még a múzeum is leégett. Nem számított semmi. Csak nehogy maradjon belőle valami. Ez volt a lényeg. És hát ugye nem sok maradt, de hát mindig főbudjant, az Isten ravasz, de nem rossz indulatú, mondta az Einstein, aki egy materialista szent, hozzá kell tenni, ugye? De meglehetősen sok ilyen szent van, és magyar szenteket azt ritkán avatnak, mi azért ünnepelhetjük a Mohácsot. A Muhi csatát azt ünnepelhetjük, érte. A győzelmeket nem. Győzelmeket azt nem. 56-ot is ünnepeljük, ugye? Volt nem egész két hét, amikor megpróbáltunk kitörni a kalickából. De nem volt egy karizmatikus vezetés. Tehát nem tudtak egy karizmatikus vezetés kell. A Nagy Imre az nem az volt, szóval. Az még a Rákosival együtt kavart meg minden. Szóval nem az volt. Hát ő megpróbált ott valamit alakítani, de aztán nem jött össze. Nem jött össze. Ez két hét se volt a 56, mert ugye október 23-ától november 4-ig hát számolt ki, hogy mennyi az idő. Igen, november 4-én úgy szétlőttek minket nehéz tüzérséggel az oroszok, a jó elvtársak voltak, úgy szétlőttek minket nehéz tüzérséggel, mint a húzat. Én ott nőttem föl pont, ahová a legnagyobb tűz zúdult. Ott aztán nem vacakoltak. Úgyhogy házunkból is sok maradt. Tehát rendesen. Pedig védtek minket emeletes házak, még így is. Tehát annyira nagy volt a dirdurpifuf. Tehát a lényeg, hogy régóta működik ez a gondolkodásmód. Megtaláltam egy nagyon érdekes verset 1893-ból. 1893-ban egy Komjáti Jenő nevezetű költő írta. Tudsz szépen olvasni? Szépen tudsz olvasni? Igen? Na, ott van, gyere, olvassál, ide üljél, hogyha jó hallatszon, mert onnan már nem hallatszik. Ott van a hátsó részében, ennek a hátsó részében. Ott van, az. Na. Komjáti Jenő, az ősige. Én vagyok a világ, a nyilvános titok. Számtalan személyben egyetlen egy vagyok. Az egyetlen törvény vagyok én, az élet. A világos örvény, én vagyok a lélek. Mert én vagyok az ész, a teremtő elme. Én az üdv, a szellem, szertelen szerelme. Én vagyok az állós, a szágoldó jelen. Egyetlen érzésben örvénylő értelem. Végtelen végekben a középpont vagyok. Az időben nyugszom, a térben rohanok. Világokat nemző, mindeneket látó. Az örök körökben én vagyok az átló. Ki vagyok örökké, én mindenütt minden. Én vagyok az ige, én vagyok az Isten. Hát kérlek szépen, ugye, mit ismersz ebbe föl? Úgy van ebben valami rokonság azzal, amit én tanítok? Ó, minden. Minden. Igen, minden. Tehát pontosan ugyanezt mondom el. Hello. Pontosan ugyanezt mondom el, hogy ami ebben a versben van. Nagyon szépen van leírva, összefoglalva. Ott van. Tehát egyértelműen, világosan ott van benne leírva a világegyetem. Jó. És le van benne írva az Isten. Mindenki keresi az Isten. De itt le van írva. Precízen, hogy ő hogy van jelen a világegyetemben. Tehát ennél már pontosabban nem is kell leírni. Az álló és száguldó jelen, ugye? Ugye a tardionok meg a tahionok, amiket én elmondok. Ugye az idő forrás áll, gömbszeren terjed, ha rohan, akkor kúpszerűen is tud terjedni, mert gyorsabban is mehet, mint a terjedési sebessége, amiből majd a fénysebesség is fog eredni. Tehát az is ebből ered, mert azt nem tudta senki, hogy miből ered. Hát ebből ered a múlt terjedési sebességéből, és ez meg a belső ciklusából ered. A forrásnak a belső ciklusából ered. Az idő forrás az kimaradt a fizikából.
teljesen kimaradt. Nem kell tisztelbe hullámokat, hullámzanak, de valamiért nem mondják, hogy mi a fene kelti a hullámokat. Nincs benne. Nincs a fizikában. Én már megtaláltam, tehát más is küzdött ezzel már, nem azt jelenti, hogy senki nem gondolt erre, tehát már gondoltak erre. És nagyon jó felé kaparáztak, de valahogy nem tudott elterjedni. Az nagyon érdekes, hogy ott közben ugyanaz együtt volt egy zacskóba azzal a 10 parancsolattal, amit most megvalósítanak. Tehát nagyon érdekes, hogy az oktatással mit kell csinálni. A bányász béka segge alá kell az oktatást lezülleszteni. Ott van abban a 10 parancsolatban. Képzeld el. De egy az egybe, tehát felolvasod azt a 10 parancsolatot, akkor látszik rajta, nem vallási, hanem a kommunista vallásnak a 10 parancsolata. Hogy kell a világot szarrá tenni, elfoglalni, elzülleszteni, mert minden ott van benne. Hogy is uralkodni rajta, mert ez a lényeg, hogy uralkodni rajta. Hát fejleszteni nem akar. A népnek nem akar nagyon tudást adni. Volt egy ilyen tendencia, tehát nehogy azt hitt, hogy én a munkások ellen meg vagyok meg, de hogy vagyok. Hát az, amit ígértek, abból semmi sem valósult meg körülbelül. Mert hogy sokkal nagyobb fejlődés volt mondjuk máshol, nyugatabbra, a nyugati világban sokkal nagyobb volt a fejlődés, mert a kommunizmusnál nem volt ez korlátozás. Ugye mindent lehetett, meg az ellenkezőjét is. Ők megvalósítottak, jó, és mit valósítottak meg? Kiderült, hogy hát vékony, mondják erre budapesti taxisok, hogy amikor nem adsz neki jattot. Tehát igen, nem egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a hatalommal. Ez benne van a pakliban. Tehát mindenki vágyik a hatalomra, vagy legalábbis nagyon sokan vágynak a hatalomra, hogy ő mutogathasson a munkaujjával, hogy te dolgozol. Ugye? Ez a tisztaságujjad, ugye ez a gyűrűsujjad, ez a munkaujjad, nem, ez a házasságujjad, ez a munkaujjad. És mutogatsz, ez a pihenőujjad, ezt kell így a kaftán szélébe beakasztani. És ez a házasságujjad, ezzel kell 20 év múlva úgy csinálni, hogy de hülye voltam. Szóval ez a lényeg, hogy itt volt előttük a lehetőség, hogy bebizonyítsák. De nem tudták bebizonyítani, mert nem értenek hozzá. Tehát az arabló az tud uralkodni, tud ezért pöffeszkedni, amikor tele van pénzzel, tud. De uralkodni vagy gazdálkodni, na, azt nem tud. Az a legritkább eset, hogy egy rabló vezér jól is tudjon gazdálkodni a pénzzel, nem tud vele mit kezdeni. Szép az, tapsikája. Hát nézd meg, hogy mit csináltak most Budapesten, hát ezt jól lehetett látni. Gyerekek háromszor annyit széttapsikáltak, mint amit kellett volna, és semmire nem jutottak. De mit a Láncidon nem mehetsz át autóval? Most mit mondjak? Átadták a fenét. Gyalog átmehetsz rajta, taxi átmehet, busz átmehet, biciklivel is átmehet. A bicikli az most nagyon fontos, az most véresen fontos. Mindenhol bicikli, sárga, itt is. Óbudán olyan bicikli sávokat festettek, hogy csak néztem. Fú, mondom, ez aztán nincs ám nagyon az eszénél, aki ezt tervezte. Hát tél, nézd meg, fú. Nézd meg, hogy milyen Óbudán arra felé, ott délebre milyen biciklisávokat csináltak ott a Kolozsi tér irányában, magasságában, ami a megy ki a Dunára. Hát, egészen csufondáros. Csufondáros. Már volt ilyen újítás, ilyen nagy okosság, majd lezárjuk a rakpartot, hogy mindenki sétálhasson, üres volt. Szokásokat nem lehet erőszakkal csinálni. Vannak rá vágyak, akkor az látszik, de erőszakkal szokás nem lehet. Jó, hát mindenki énekelt a hülye indulókat, mert jó volt indulót énekelni. Nagyon érdekes. Moszkvában beszélgettem egy ilyen őskommunistával. Egyébként egyetemi professzor volt, meg mit tudom én, szóval nem volt buta. Beszélgettem vele, én tudom, hogy ez az egész ez egy marhaság volt, de olyan jó volt vinni a zászlót, bedőlni a szélbe, és szóval lobogott a zászló, és ünnepeltünk, és mentünk, és szóval az jó volt. És ezt kifigyeltem, hogy a fiataloknál, emlékezzetek ilyen fiatalos tüntetésekre, amikor a telefondíjat akarták emelni, vagy a
emlékezze, volt az tüntetés. És akkor azt meg tudták szervezni, mert egyébként a fiatalokat bombával nem lehet otthon kirobbantani a gépük mellől, meg ez nem mennek sehova. De hogy drágább lesz az internet, na az robbanásszerűen terjed, nem is emelték föl. Hát aztán később persze fölemelik, csak más, nem jelentik be, hanem csak fölemelik, úgyhogy így működik. De az internet nagyon fontos a fiataloknak, mert ugye úgy tudott átmenni a vizsgákon. Nem készült, mert hát normális, hogy egy 16 éves fiú vagy lány normál, így zebeg a stupedli, hát az ne viccelj már. Menni kell, meg kell ismerkedni. Érted? És menni kell. Normális, ez normális. 16-18 évesen, ha nem mész, akkor egy hülye vagy. Ha otthon kapaszkod, gubbasztasz otthon, az egy maraság. Menni kell. És vállalni kell a pofáresést, vállalni kell, hogy a fiú hogy pofán vágja, vagy több másik fiú pofán vágja a lány miatt, vállalni kell a kakaskodást, meg a mindent kell vállalni. Mert ha nem vállalod, nem jutsz soha sehová. Ilyen hátulra rugdosott tízélet figura lesz, akit mindig, na, még hátrább menj egy sorra. Tehát ennyi lesz. És akkor lesz, nem tudod eldönteni utána már az se, hogy fiú vagy lány vagy. Hát ezért nem tudod eldönteni, mert nincs sikerélményed, semmi, se lánynak, se fiúnak nincs. Tehát most már lányok támadnak, én figyeltem. Úgy támadnak, mint a, én csak vattehénnek hívom. Hú, úgy támadnak, hogy nagyon. Tessék, parancsolj. Olvastam olyat, hogy régen volt olyan időszak a Földnek, amikor 3 nap volt. Még több is. Igen, mert a nap az a galaxisban együtt megy a csillagokkal, együtt forog a galaxisban. Jó sok idő még egy fordulatot megtesz, de a nap nem marad a síkban, hanem van neki még egy ilyen hullámzása. Tehát, hogy a sík fölé megy, a sík alá megy, a sík fölé megy, a sík alá megy. És amikor átmegy a több csillag között, ugye, mert ha éppen fölülre ment, akkor távolodott a csillagoktól. Aztán meg, amikor jön visszafele, akkor egy csomó csillag között megy ki, és akkor a túloldalon megint egyedül van egy darabig, az megint visszajön alulról, megint fölülről alul, ezt csinálja. És ez a napnak a pályája. Tehát igazából a nap az kering a galaxis központja körül. Tehát az a Kopernikus, meg fú, az nagyon ott van meg minden. Hát jó van. Ha jobban belegondolok, akkor nem jó van. Mert hogy vagy? Jól is, ha jobban megnézzük, hát akkor szarul. Szóval ez is ugyanolyan gyerekek, hogy jót mondtak ugye a Newton, jókat fedezett föl, vagy a Kopernikus, nagyon jókat fedeztek föl, hogy keringenek a bolygók a nap körül. Sokáig az volt, hogy minden a Föld körül kering. És akkor még a laposföldesek most is ezt a hülyeséget próbálják erőltetni. Mert látszólag igen. Ugye, ha megnézem mondjuk a csillagászati programomat, mondjuk a Stelláriumot, töltsétek le a Stelláriumot, van Windows alá, tehát nyugodtan le tudod tölteni, 64-es alá is van, tehát le tudod tölteni. Nagyon jó meg lehet nézegetni benne a csillagképeket, nagyon jó meg lehet nézegetni benne a bolygók keringését. Az égen látsz valami állapotot, vagy egy bolygót, akkor tudod, hogy melyik bolygót látod. Tudom, ez most már van telefonra is, hogy így ahogy nézegeted a telefonnal, úgy látod azt, hogy ott a Jupiter van, ott meg a Saturnus. Tehát látod szépen, ez jó. Már egy tablettel még jobban látszik, mert a telefon az ilyen bolha cirkusz. De a lapcsánk a nagyobb tablet, hát azzal már jobban lehet így nézegetni. Van nekem rá ilyen programom, nagyon jó. De a lényeg, hogy megismereted egy kicsit a csillagászatot. Annyira alulművelt a társadalom csillagászatilag, hogy az csiralmas. Igaz, hogy hát már nem is nagyon látod a csillagokat. Nem látod. A csillagok azok már nem látszanak. A városból látok 10-15 csillagot innen. Ha mondjuk lementünk vidékre, hát volt olyan, hogy a Molnár Gyurival, az Omegás Molnár Györgyel, aki a basszusgitáros volt az Omega együttesben, avval eljött velem egyszer végig az egész körutamon, mert meg akarta hallgatni az előadásokat, és akkor vitt a kocsiával, tél volt. És akkor megálltunk valahol,
megálltunk valahol a Mátrában, az út, egy ilyen magaslati úton, és olyan gyönyörű volt az ég, kiszálltunk a kocsiba, és a szájtátva néztük. De ilyen téli, nagyon, nagyon rideg, hideg volt, de gyönyörű, gyönyörű volt az ég. Tehát annyi csillagot lehetett látni, hogy ez csuda. Ilyen, mert távol voltunk mindenféle városi fénytől, mert a levegőt megvilágítják, az atomokat megvilágítják, az utcai lámpák, minden, és akkor ettől ilyen kötszerű lesz, nem látsz semmit. Tehát itt kimész, és derült az ég, nincs felhő, akkor is csak hát itt-ott pislákol valami csillag. De persze most nyomták a chemtrailt, az még rontott a helyzeten sokat, mert hogy elrontották a freonnal az ózon légkört. Ugye fönt a stratoszférában volt egy réteg, egy ózon réteg. Ugye oda behatol még az ultraébúja, meg még a még magasabb frekvencia is, és nem nyeli el még a légkör, a vastagabb légkör. Tehát ott fölül a légkör tetejénél, ott még nagyon erős az ultraébúja sugárzása a napnak, és az az erős ultraébúja sugárzás, ez ózont hoz létre. És az egy három atomos oxigén, mert van a nonsense oxigén, amikor egy darab oxigén van, egy darab oxigén atom van, és ez mondjuk a hipóban szabadul föl ilyen. Azért fehéríti ki a gatyádat, ha rámegy a farmerodat, mosod a farmer, de rácsöppen a hipót, lesz egy fehér folt, ilyen sárgás fehér, mert a maga a vászon se fehér, nem tényleg fehér, hanem csak olyan fehéres lemvászon, és lesz rajta egy pütty. Vagy ahogy ráborítod, akkor csúnyán fog kinézni, mert nagyon kiveszi a színét, teljesen kiveszi. Eltűnik a színe a farmernak, mert az a festéke a hipótól elszíntelenedik teljesen. Meg más festékek is sokszor, tehát van, amelyik nem bírja a hipót, de a hipóban azt hiszem oxigén szabadul föl, mert az a hipoklóros sav. Tehát a hipó, azért hívják hipónak, mert rövidítve ilyen népiesen hipoklóros sav. HOCl. Tehát egy oxikötésen keresztül megy a nem, mint a sósav, az HCl. Ugye hidrogén klorid, HCl, tehát egy hidrogén, meg egy klór atom van összekapcsolódva. Itt közötte van még egy oxigén atom, ami ki tud szabadulni onnan könnyen, és akkor lesz bele sósav, meg oxigén, ami felszabadul, és azért fehér itt nagyon. Mert az a nonsense oxigén, születő, azt jelenti a nonsense, nascere, olaszul is születni. A születő az nagyon, nagyon agresszív, az nagyon oxidál. És akkor van a kétatomos oxigén, ami itt a levegőben van, az ilyen, hát ilyen homokos természetű atom, mert hogy két darab oxigén van összekötve egymással, két egyforma oxigén, és ez a gázok általában itt a levegőben, ezek ilyen kétatomosak, hogy mint a hidrogén, az oxigén, akkor a nitrogén, stb., amik itt a levegőben vannak, ezek kétatomosak. Talán a nemes gázok, nem, azt nem is tudom, azt nem, úgy nem olvastam olyat, hogy azok is kétatomosak lennek, de azok általában nem is vegyülnek. Tehát azért is hívják nemes gázoknak, mert nem vegyülnek. Tudnak belőlük vegyületet, erre agresszióval, nagyon nagy nyomással, nagyon magas hőmérsékleten lehet vele valamit csinálni, egyébként nem hajlandóak vegyülni. Mert tele van az elektronhéjuk, a külső elektronhéjuk teljesen tele van, és kész. A hélium, a két proton van, két elektron van, meg két neutron van, és kész. Mert vannak izotópiai, azok bomlékonyabbak. Hélium 3, nem tudom, ezek bomlékonyabbak, ahol hiányzik az egyik nitrogén, de két proton van benne, és itt tovább. És tehát itt is olyan dolgok vannak, hogy tele van az elektronhéja, a nemes gázoknak végig telítve. Tehát ami annyi elfér azon az elektronhéjon, annyi van rajta. És már tele van. Nem akar oda már, nem is fér be. De ezért nincs vegyértéke se. Ugye, mert a vegyérték az vagy egyet több elektron kavarod, vagy egyet kevesebb
ezt jelenti mondjuk a fém meg a nem fém természetű anyagoknál. Mondjuk a szén az egy nem fém természetű, vagy a szilíció, az egy kicsit átmeneti természetű már. Még éppen azon gondolkodik, hogy menjen a férfi vécébe, menjen vagy a nőibe. Tehát azok az átmenetiek, akik nem tudják eldönteni, hogy mit akarnak. És ez nagyon érdekes dolog, tehát a kémia az egy nagyon izgalmas. Most össze akarják már vonni meg akarják szüntetni a kémia meg a fizika tanítás lényegébe. Nincs kémia-fizika tanár. A régi garnitúra az kiöregedett, és már újak alig mentek. Már amikor én jelentkeztem fizika-kémia szakra az ELTE-n, akkor volt 30 hely, és csak 6 jelentkező. És megírtam az írásba, de nem mentem el a szóbelire, szóval ilyen van, ilyen a szerelem. Szóval fiatalon az ember ilyen maraságokat is csinál, de hát ilyen az élet. És nem mentem el, de nem bántam meg. Mert végül is nem távolodtam se a kémiától, se a fizikától. Még most is szeretem, most is elgondolkodok rajta. Nincs vele semmi baj. Nem valami rémítő tantárgy, hanem élvezettel csinálom a fizikát. Mert úgy sokkal jobb, ha én csinálom. Ugye, mert nekem sok mindent elmondtak, de azért lényegi elemeket nem mondtak el. Alapvető lényeges elemeket, hogy mi van a proton belsejében. Mert jó, vannak benne kvarkok, ne is mond, tudom. Na de a kvarkok mi a fenéből állnak és hogy működnek? Na arról már egy bütös szó nincs. Tehát ott leúzták a redőnyt, aztán jó napot. Csapkodják a protonokat, neutronokat egymáshoz a gyorsítókba, de nem jöttek rá, hogy hogy működik. Hát úgy nehéz a svájci óra finom kettyenését kifigyelni, hogyha kalapáccsal ütöm közben. Szóval úgy nehéz. Hogyha tiszta erőből kalapáccsal csapkodom, de ilyen nagy kalapáccsal, nem ilyen kis vacakkal, hanem ilyen jó nagy benga kalapáccsal. Svájci óra bank kiment, hát szétment, na, biztos nem jó volt megcsinálva. Tessék, parancsolj! Amikor ilyen, tudom, előállítanak ilyen pozitront. Igen. Az ugye nagyon rövid ideig meg tud itt maradni, de egyáltalán miért tud itt rövid ideig, tehát egyáltalán miért... Nem támogatja a téridő a jobbos, nálunk a téridő jobbos. És a jobbos téridő nem támogatja a jobbos pozitront. De hogy egyáltalán egy rövid ideig egyáltalán képes létezni? Neki van egy állandó óra jele, még egy darabig próbál fönnmaradni, de ezek ilyen millimod másodpercek, szóval komolytalan ideig van. A pozitron meg az elektron az egy részecske. Csak ellenütemben vannak. Ebben az őrület. Ott van előttünk. Itt is vannak pozitronok. Én mondjuk láttam Pakson pozitront. Az atomerőműnél. Van egy ilyen, nem Wilson-kamra, de egy ilyen hasonló, amiben egy ilyen szallag megy, ilyen futószallag megy benne, és akkor ott a részecskék, ott lehet látni a pályájukat, hogy milyen pályát futnak be, és ott lehet, itt is volt Budapesten a Csodák palotájában, vagy ha ott volt egy ilyen, lehet, hogy azt vitték le, nem tudom, de Pakson láttam, amikor meghívott a Paksnak a vezérigazgatója. És akkor ez egy fiatal ember volt. Sokáig voltak ilyen teljesen alkalmatlan vezérigazgatók. Volt a picsogós, a legkisebb baj volt, elkezdett sírni. Akkor meg voltak a nagy elvtárs, aki semmilyen nem volt felelős. Volt róla szó, amikor a franciáknak eladták, aztán a franciák pittően beraktak 20 ilyen cuccot lemosni, pedig az oroszok csak 4-et szoktak. Hát ők nem sorolnak, ők búlt bele a 20-at. Hát azt, amikor a Hélium 3 elindult, akkor hiszti volt, belecsapták, leállították, minden, pánik, mindjárt felrobbanunk. Hát igen, nem értettek hozzá, nagy arcoskodtak, Magyarországon kipróbálták, amit otthon nem. Franciáknak nagyon sok atomreaktora van. Onnan veszik a németet az áramot. Mert az atomreaktor, az nem. Ugye?
De közben áramhoz kell, rájöttek, hogy na, áramhoz kell. Ezt közben leállították az összes atomreaktorukat, de áram az meg kell. De hát be akarja dugni a vasalót, meg nézni akarja a tévét, meg a számítógép, meg ez kell áram, mert fűteni kell árammal, hát nem úgy van az. Ja, mert hogy az ideológia erősebb volt, mint az agy. Meg a pánik, mert ugye az Fukushima miatt összecsinálta magát a Merkel, aki fizikus volt egyébként, nem tudom, mennyit értett a fizikához, de a leépítéshez nagyon értett, az biztos. Tehát az összes atomreaktor becsukatta, és be is csukták őket. Hát most próbálnák újraindítani, meg mit tudom, rájöttek, hogy ja, áram az nincs. Tényleg próbálják újraindítani? Mit? Atomreaktorokat próbálják újraindítani. Próbálkoznak vele, igen, meg ilyen szenes lignit erőműveket. Fú, virágfölddel tüzelnek. Ó, olyan energia, így jön belőle az energia. Hát itt is volt ilyen virágföld erőmű, persze. Gyöngyösnél, Gyöngyös Visontán, volt ilyen. Virág, megvan, de az ilyen virágfölddel tüzeltek, ilyen lignittel. Tessék, parancsolj. Az EPR jelenségnél. Gyere már közelebb. Ide kijelölt, hogy lássam. Többé. Hogyha az EPR jelenségnél, ugye, hogyha az egyik irányba elengedjük az egyik fotont, a másik irányba a másikat, akkor ugye a polarizációs síkjuk egy, tehát az egyiknek változtatjuk a polarizációját, akkor a másik is változik. Igen. És mi van akkor, hogyha az egyik ilyen fotont belecsapatjuk valami felületbe, azaz megsemmisítjük, akkor a másikkal... Na, belecsapatjuk a felület, de nem semmisül meg egy foton. Eltűnik az atomok között, de nem semmisül meg. Tehát attól a foton megmarad. Tehát, hogy mit tudom én, neki megy ennek a fekete anyagnak, és elnyelődik benne. Mert ha nem veri vissza, azért feketének látom, hogy nem veri vissza a fényt. Elnyeli. De ahogy elnyeli a fényt, azért, ha fekete ruhában vagy a napon, az akkor nagyon meleged van. És nagyon érdekes, mert a tuaregek meg fekete ruhában rohangálnak. Ugye? Na jó, de azok nem földiek, azok 700 éve jöttek a földre, és nekük itt piszok hideg van. A sivatagban is hideg van nekik. Azért nem mennek olyan helyre, csak a sivatagban, mert hideg van, fáznak. És ilyen be vannak úgy bugyolálva, ilyen fekete cuszba, hogy nagyon. Más még a csontrendszerük is. Csak azt nagyon kussolják, de más. Nagyon, nagyon sokféle lény van a Földön, emberszerű is. Tehát nagyon sokféle, össze-vissza hadoválnak. A csúcsfejek, az anyjuk deszkák között préselte a koponyáját, hogy a gyereknek ilyen nagy feje legyen. Én múzeumban voltunk, első elől bemenekültünk a Kecskeméten a múzeumba, a Katona József, hogy milyen múzeum, hogy hívják. Oda bemenekültünk a múzeumba, és ott éppen ilyen kiállítás volt, de nem volt ott ember egy se. Nagyon örült a muzeológus, hogy végre talált egy majmot magának, akinek elmondhat valamit végre, és akkor ott ingyen ott jött velünk, és magyarázott, és minden, és nézem ám, hogy ki van írva, hogy gyerek koponya, de ez egy földön kívüli koponya volt láthatóan. Hát mondom, ahhoz képest, mondom, hát igen, gyerek koponya, csak nem tudom, nagyon préselhették az anyja meg az apja a fejét, valami satuba préselhették a fejét, mert hogy a szemideg nem ott megy ki, mint nálunk. Nálunk a szemgödörökben, fenekén az alján megy ki a szemideg, de ennek meg itt az óra tövében jött ki a szemideg. Aztán eltűnt az a koponya, gyorsan le, még a kiállítást is lebontották. Másnap. És nagyon érdekes volt, mert a kecskeméti röntgen orvos a barátomnak volt az édesanyja, és az bement megnézni. Ez nem emberi koponya. Hát az aztán tudja, hogy minden kis dudort tarajt, minden tud. Ez a dolga, röntgen orvos. És ott is az volt, hogy ez nem ember, mert az embernek a mondjuk a bent az agyában megy az ér, ilyen tarajok között megy. Tehát ilyen, van neki egy ilyen vezetővájúja, vagy hogy mondjam. És ott nem volt ilyen. Meg a földön kívülieknek a nem barázdát volt az agya.
boncoltak ilyet, az olyan úgy nézett ki az agy, amikor kivették, mint egy máj. Tehát ilyen sima volt, nem barázdát voltak. Ilyen, mert ilyen teóriák vannak, hogy az agy hogy tárolja az információt, szarabnál szarab teóriák, nem jók a teóriák, nem jó. Hogy az agy fehérje meg az idegek, és így tárolják, úgy tárolják. Soha senki nem mondta becsületesen, hogy hogy működik. Axonokról beszéltünk, tudom, össze-vissza nyúlvány a fogdosság egymást, senki nem érti a rendszert, ugye az miért van úgy, miért kapaszkodnak össze ezek az agyidegsejtek, nem tudja senki. Tehát hogy tárolja el az információt? Na, arról aztán végleg semmi nincs. Tehát ha megnézed mondjuk egy CT-vel, akkor az látszik, hogy az agynak bizonyos területei lázasabban működnek valamilyen tevékenységre. Tehát zenét hallgat, akkor másik része működik jobban az agynak, mint amikor mondjuk képeket nézeget. És vagy olvas, vagy más a hallás, máshol jelenik meg, és így tovább. De ezt ismerjük, hogy hol vannak az agyban a látóterületek, itt hátul vannak, akkor a hallóterületek itt oldal, tehát megvan mindegyiknek a funkciója, hogy melyik agylebeny mit csinál. Ha-ha. Csak hogy tárolja el az információt? Arról semmi nincs. Gyerekek, ez most már, hát most már nagyon sok eszközünk van, és ennek ellenére zavarosak az elképzelések, mint hogy a DNS-ről sem tudja senki, hogy hogy működik. Azt nagyon pontosan tudja, hogy molekulárisan hogy néz ki, azt már nagyon jól tudjuk. Abban fantasztikus előrehaladás. Nagyon jó. A DNS vizsgálatok, tehát ilyen elektrostatikusan húzzák szét a fehérjét, és akkor ott vannak benne ezek a szekvenciák, és akkor abból tudni lehet, hogy ez egy nyúl, ez egy ember, ez meg egy ecetmuslica. Na, de mi az, hogy az ecetmuslica mondjuk 60%-ban megegyezik az emberrel? Mondjuk. Hát persze, mert a DNS az olyan, mint a színes fotófilmben a festék, ami elszíneződik. Festék. És amikor már egyszer elszínezted, akkor már kész, előhívtad, akkor az már nem színezhető tovább nagyon. Hát lehet mártogatni színes festékbe, persze, de már akkor nem lehet rá fényképezni, az biztos. És ez a lényeg, hogy a DNS is, amikor megszületsz, akkor előhívódik. Tehát akkor kezd igazából működésbe lépni. De hogy működik? De hogy definiál muslicát vagy embert? Mert nekünk ez lenne most már nagyon fontos, hogy a biológusok ezt elmondják. Most éppen beírt valaki, mindent csak jót nem írt rólam, mert fel volt dúlva, hogy én mindenhez értek. Azt válaszoltam, hogy hát neki egy másikon keresztül ezt kidobtam, de aztán, mert az ilyen trollokat, azokat kidobálom, ne roncsa a levegőt. Lehet vitatkozni, de hogyha ilyen anyázással kezd, akkor már repül kifelé. Hát berúgja a kocsmajtot, akkor bocsánat. Akkor amilyen a fogadjisten, olyan az agyonisten, olyan a fogadjisten. És az a lényeg, hogy azt válaszoltam meg, hogy én már annyi mindenhez nem értek, hogy az már univerzalitás. Mert hogy ugye a világot kell megismerni. Most, ha Istent meg akarod ismerni, mit kell megismerni? A világot. Nem alap egy-két dolgot kell megértened, hanem az egészet kell megértened, de összességében kell megérteni, hogy működik alapból, hogy keletkezik a világegyetemben a fény, az anyaga, de a lelkek, stb. Hogy működnek ezek, és aztán már bele lehet menni részletekbe, de addig nem érdemes, ameddig az alapjai sincsenek tisztázva. Tehát elmondják nekem, hogy az agyam tárolja az információt. De ez nem igaz. Szemen szedett hazugság, nem igaz. Mert a lelkem tárolja az információt. 100 és 100 bizonyíték van rá, 1000-nyi bizonyíték van rá. Tessék, parancsolj! Az is olyan érdekes, hogy ugye megnézték, hogy az agynak az egyes területei, azok, ahogy te mondtad, hogy mondjuk az éneklésnél mondjuk ez a rész aktiválódik, de ugyanakkor meg bizonyos szerepeket átbír venni más terület is. Tehát utána felteszi az ember a kérdést, hogy
hol van az lekódolva, hogy az agynak ez a területe felelős, ezért, tehát, hogy itt fog kialakulni. Ott szokott, de aztán át tudja venni a feladatot, van egy. Ez olyan lehet, mint a számítógép sejt. Igen. Van egy nagy massza, mint az agy, most vegyük úgy, valamelyik rész elhal, de át fog igen, az igen. Egészet, és igen, igen, így van, de hát én számítógépes voltam, 20 évig nyomtam a szervizet, számítógép szervizt. Tehát van elképzelésem a számítástechnikáról, na, ezt tudom mondani. Gépi kód szinten is, meg mindenhogy van elképzelésem. Tehát mi még kicserítjük a rossz alkatrészt, nem panelt cserítünk így, gond nélkül egész alaplapot puff ki, puff be, egy tranzisztor elmegy benne, akkor is alaplap, kész, nem javítja ki senki. Vagy alig van, aki kijavítja. És ez a fontos, hogy a RAM területet vizsgáld csak meg. RAM terület. Az a random access, az a véletlen címzésű memóriát. Vizsgáld csak meg. Ha megvizsgálod, akkor nagyon érdekeset találsz. Az a RAM, azból melyik rész működik? Mindig az egész. Mindig. Tehát csak ekkora kis gyúlfarknyi szoftvert teszek bele, az ott futni fog, működni fog, rendben van, de akkor is az egész memóriát úgy, ahogy van, tehát marha nagy memória van a gépben, akkor is mindig az egész memória működik. Olyan nincs, hogy csak ez a terület, meg az a terület. Nem, mindig az egész működik. És az, ez a lényeg, hogy azt mondják, hogy az agyunknak nem működik, tehát csak 10%-át használjuk az agyunk. Ilyeneket mondanak. Hát lehet, hogy őnála ez igaz. De én ebben nem gyugszom bele. Szóval nem csak a 10%-át használjuk, hanem mindig az egészet, mint a RAM terület is. Tudnék, az van, hogy úgy cserél adatot a RAM-ba, hogy van a RAM-nak egy bemenete, és van egy periódus, a refresh periódus, az újra frissítési periódus, amikor újra frissíti benne az adatot. Ugyanazt az adatot, nekem lekonyul benne az adat. Tehát, ha mit tudom én, egy másodpercig nem frissített föl, akkor elfelejtem, mi benne volt. Tehát állandóan újra és újra ugyanazt az adatot visszaírja. Vagy nem, mert ott van egy kapu, hogy most a nullát egyesre váltom, vagy az egyes nullára. Ott van egy kapu, amivel én beállítottam, hogy most ott azt az adatot nullára váltom, vagy egyesre. És ezt az összes teljes memóriaterületre kell gondolni. Tehát beviszek neki szavakat, bájtokat, mit tudom, mikor, hogy milyen gép, de beviszek neki, és akkor mindig át tudom írni azt az egy RAM címet, azt az egy bájtot át tudom írni, megint újra, vagy pedig ugyanazt írom bele még egyszer, ez a lényeg. Hogy azt hiszik, hogy nem az egész működik, mert nem írja újra az ő agyába, de közben az újraírja, mindig újraírja, mert elfelejtenéd. Elfelejtjük a dolgokat, tehát tessék észrevenni, hogy az agyunk nagyon jó tárolja az információkat, de tényleg nagyon jól, de felejtünk. Mit csinálunk? Felejtünk, igen. Nem érdekes? Hogy amikor elfelejtettük, akkor az nem azt jelenti, hogy nincs meg az adat, hanem fönt megvan, mert felejtettük oda. Mert van egy felső agyterületünk is valahol, ahová felejtjük a fontos információkat. Tehát sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Tehát valahová elküldjük, vagy feltaláló a feltalál, az feltalál, nem letaláló, hanem feltaláló. Hát kihez talál fel? Az Istenhez. Ugye itt a Komjáti verset olvastuk. Ez feltalált az Istenhez, innen látszik. Mint hogy én is feltaláltam, és ugyanazt mondjuk benne, mert ez a frankó, ez az igazság. Tehát ő nagyon pontosan elmondja, de humán, ez egy humán megközelítése, nagyon édesen, aranyosan, de jól mondja, pontosan. Mert hogy az Isten megpróbálta többször ezt átadni. Akkor, amikor ezt a verset írták, akkor abban az évben született az én nagymamám, 1893-ban. Az már jó régen volt. Ugye, és akkor született a nagymamám, és nagyon aranyos volt ő, egy igazi
Kunlány volt, nagyon jól tudott főzni, nagy harcos volt, hú, akkor harcos volt, hogy ajaj. Nevelt engem rendesen a fakanállal időnként, szétverte rajta még a legfájfőző fakanállat is. Mindegy, a cipőben verte szét általában, mert nekem nagyon jók voltak a reflexek. Reflexfejlesztés volt tulajdonképpen, mert amikor csapott a fakanállal, akkor nekem a lábamnak mindig ott kellett lenni időben, és akkor nem ütött meg, mert a cipőm talpát ütszette, nem érdekelt az engem. És nagyon gyorsan reflexel. Mérges volt, mert nagyon ki akarta cselezni, és én meg mindig kivédtem. Tehát, na, persze, nem akartam, hogy én megcsapjon a legfárfőző fakanála. Hogy mondjam neked, egyfajta sport volt. Most az hős, nem ütjük meg a gyereket, meg nem ütjük. Az közben meg elküldjük verekedni. Boxolni, karatézni, mit tudom én, ugye? Hát nem normális, nem tudok már, a sport az más. Látom itt a reklámot most a tévében, hogy engedd játszom a gyereket, aki a plafonra is föllocsolja a festéket, meg az egész falat ki, kenik festékkel a gyerekek, meg az ágy nem ült, mindent kikennek. Mondom, jó, hát ez jó. De akkor minden nap újra festjük a szobát, ez rendben van. Hát 200-300 ezer semmi. Minden nap kifestjük, hívjuk a festőt, tulajdonképpen mindig festés van, reggeltől estig, nem? De mindig festés van, mert a gyerek majd este újra hazajön, és mindent összefest megint. Hát ez rendben lesz, ez nagyon is. Na ez a fajta liberalista baromság, ez nem nevelés. Ez nem nevelés. Ez a gaz, úgy fölnőnek a gyerekek, de hát... De ebből aztán társadalom nem nagyon lesz. Nem akar azt dolgozni, eszébe nem lesz. Hát ha nem kell, mindig kényeztetnek csak, akkor nem dolgozik, nem tanul. Nyugaton a harmada a fiataloknak már így van, gyerekek. Nagyon veszélyes. Spanyolországban abszolút. Tehát ő szórakozni akar menni minden nap, mert az neki jár, minden jár neki, ő semmit se csinál. Tehát ő, hát ő neki jár. Igen, hát ezek bajokhoz fognak vezetni, már vezetnek, most már látjuk ezeket a bajokat. Ja, hát most, gyerekek, egy kitör Európában egy háború. Ebből a sok pudingból mi lesz? Ez ilyen puding fiatal emberek. Az, hogy az egyharmada a nőknek, az egyharmada a fiúknak már meddő. Az egyharmada, az nagyon sok. Nősülj meg! Mennyi a százalék, hogy soha nem lesz gyereked, mert vagy a férjed, vagy a feleség, de valamelyik meddő, már nem lesz gyerek. És kész. És ennyi volt, meg egy bambi, kész. És ugye, és én azt tanácsolom a gyerekeknek most, hogy várd meg legalább a negyedik hónapot. Aztán elveheted is. Nagyon, nagyon boldog lehetsz vele és minden, de várd meg a negyedik hónapot. Hogy már ne lehessen kikaparni a gyereket csak úgy, ugye, mert az is nagy divat, nem vesz észre senki, hogy miről szól ez az egész. Mindenféle szépeg és duma megy, nagyon érzelemre hat. Most a választás is nagyon érzelemre hat. Nagyon, nagyon az érzelemre. Nem az értelem. Olyannak nulla esélye van az értelemnek. Logikus, felejtsd el. Nincs logika. Nincs logika. Már erre kell a lebutított társadalom, hogy mindig ráírhass neki a mosópor, hogy nyú, azt megveszi, mert ráírtad neki, hogy új. Ez most egy új mosópor, a francokat új. Többen a kőpor, hogy eldugoljon a mosógépe, ez egy kőportól, mert olyan vízköves lesz meg, hogy oda csapják, és akkor egy ilyen kőbánya jön ki a cuszból, hát persze, ez már ki van nagyon találva, de hát csak egy kis ecetet öntesz belőle, azt már nincs kőbánya. Na, a háziasszonyok erre már nem igen jönnek rá. Ez ilyen egyszerű dolog. Ja, múltkor beszéltünk, hogy a lúgot hogy lehet csinálni, ugye? Nincs mosópor, és rinya, mert nincs, és be van zárva volt, és nincs. És kidobja a hamuta, mert tüzel valami kájában, mert gáz sincs. Ja, valami bepróbál tüzelni, ez kidobja a hamut, mert azt, a szemét, azt ki kell dobni. Azt közben abból lehet csinálni olyan jó mosóport, hogy csuda. Tehát
Nem jut idáig szellemileg, egyszerűen nem jut odáig. Régen a háziasszonyok sokkal többet tudtak. Tehát azért gondolj bele, hogy szőttek, fontak, ruhát vartak a gyerekeiknek, maguknak, ruhát vartak. Még nem volt varrógép se, kézzel vartak ruhát. Nagyon szép ruhákat vartak. Most meg hímeztek. Ugye? Hímeztek, horgoltak, kötöttek, sálat, sapkát kötöttek. Most már a nőknek a 95%-a soha nem gondol, még nem is gondol ilyenre. Régen azért el voltak foglalva, nem unalmaskodtak, nem buzi sorozatokat nézték, hanem el voltak, szépen el voltak. A dolgaikkal csináltak valami hasznos dolgot. Vagy szépet, mert az is lényeges, hát kiímezett egy goblent, vagy valami, tehát nagyon szépeket csináltak. Hát a goblent azt már csak inkább az úrinők csináltak, de hímezni a parasztasszonyok is hímeztek, és nagyon szépeket hímeztek. Mennyiféle kalocsai, vagy milyen hímzéseink van, hímzés mintáink vannak. Hát most még megpróbálják visszahozni, de már Lukas Farmer a divat. De ez van, én nem azért mondom, hogy én téged cikizelek, hanem azért, mert ez divat. Úgyhogy, jó van. Ez ilyen műszegénynek hívom. Azért műszegény, mert nem igazán szegény, hanem kivágja ollóval, hogy szegénynek nézzen ki. Az ilyen műszegény. Nem? Nem a kikopott, mert ez nem, így nem kopik ki egy farmer, ha csak nem húznak a ló után, akkor kopik így ki, hogyha hason húznak egy ló után, és akkor a térdedről lekopik a gatya. Hát olyan úgy van, de egyébként ilyen nincs. Hát én tudom, hogy nekünk is voltak ilyen marhaságaink, mert kellett. Ez kellett, mindig kellett valami. Nekünk a hosszú ajjal harcoltak, meg a farmer nem engedték hordani. Azt nem lehetett hordani. Az valami ősbűn volt farmer. Ilyen elvtársak kitaláltak ilyen hülyeségeket. Mert abba keresték a hibát, nem. A hiba bennük volt, csak agyilag nem értették meg. Igen, ez. Most mit lehet ezzel csinálni? Na, van-e valami kérdésetek? Mondja. A röntgen és gammasugárzás és egyéb sugárzások, hogy lehet az, hogy ez részecskékből áll, átmegy? Akkor miből áll, mi az, ami átmegy egyáltalán az anyagon? Eleve ugye a fénykvantumokat teljesen katasztrofálisan rosszul definiáltak. Hullámnak hullám, én nem mondtam, hogy nem. Hullámnak hullám. Csak tökre más, mint amit elmondtak. De tényleg teljesen más. Tehát ilyen szinuszokkal próbálnak minket etetni, de nem. Térbeli hullámok. Egy helyen láttam ezt majdnem jól ábrázolva. Volt egy olyan fénysebességet, le tudták fényképezni, volt egy ilyen film, hogy lefotozták a fénysebességet, és akkor volt a képben volt egy alma, meg egy tárgyak, hogy megy a fény, kvantum, tehát egy fényimpulzus, ráment egy tükörre, és az oda vetítette ilyen, mindenféle volt rajta, alma, meg mindenféle cucc, és akkor, hogy ér oda a fény hozzá? Egy felülethez, hogy ér oda a fény, nagyon érdekes volt, mert ott jól van ábrázolva. Mert úgy ér hozzá, egy gömbhullámszerűen ér hozzá, tehát először odaér egy kis pont, aztán ebből lesz egy kis körlap, aztán kilukad a közepe, aztán lesz belőle egy ilyen valamekkora húsú körlap, de közben lukasabb lesz a közepe, az megint összecsukodik, és akkor kész, így működik. Ez az? Nem, ez nem az. Nem az, hanem van, ez is nagyon jó, hogy átmegy a kólásüvegen, hanem az a nagyon jó, tehát már le tudták fotózni a fény sebességét. Azért ez nagyon nagy dolog, ez hatalmas tudományos eredmény. Tehát én nem mondom olyan materialista, mint hülyed, de hogy is. Alapjaival van baj. Tehát maga a fénykvantum ugye úgy van ábrázolva, hogy az egy ilyen hullám. De közben ez a hullám mi a franctól hullámzik évmilliárdokon keresztül?
jön egy ilyen, de mi jön? Ugye, amit elmondtunk, az a fénykvantum, az egy önkeltő időhurok rendszer. Az jön, az a végtelenség kelti magát. Mindig belemegy a saját múltjába, kelt, lát maga előtt egy következőt, egy következőt, egy következőt. Tehát egy időhurok rendszer, amit elmondtunk fénykvantumot, nem értik. Egy pár fizikus haverom megértette, aztán nem meri elmondani, mert annyira eltér a elfogadott a tananyagtól, hogy nem meri elmondani. Mert totálisan eltér, semmi köze nincs hozzá, úgyis mondta, hogy hullámnak ez is hullám, mert ez az önkeltésnek van egy ciklusa, és az akár egy sorban is lehetnek az időforrások benne. Ugye itt mit ír 1893-ba? Ugye? Az időforrásokról ír. Tehát, hogy én vagyok az idő, álló vagy rohanó, jelen, és így tovább. Tehát ő nagyon pontosan leírja a lényeget. Ennek ellenére, most eltelt azóta már több mint 100 év, 130-140 év, és gyerekek, és semmi. Semmi, még mindig helybe topi van, mintha az a Kemsky, vagy mi a Kemsky, hogy hívják azt a Komsky. Az, aki világleépítő 10 parancsolatot kitalálta, hogy hogy kell a világot, uralmat átvenni, hogy mit kell csinálni. De nem az okosodás benne a cél, az biztos. Tehát eleve ott van például az egyik, hogy a egyik pontjában, hogy a tananyagot annyira le kell vinni, az értelmét annyira le kell csökkenteni, hogy már szinte a hülyeség határaig le kell vinni a tananyagot. És ezt csinálták, pont. Tehát én már a kollégáim, akik jöttek az egyetemről vörös diplomával, gyakorlatban az égvilágon semmire sem volt jó. Nagyon aranyos ember volt, nagyon kedves volt, csak éppen nem lehetett rábízni semmi gyakorlati dolgot. Soha nem volt a kezébe egy műszer, soha nem mért le semmit. Már volt ilyen mérési gyakorlat, elleste a másiktól, bedugta ugyanúgy. Az olyan, hát ez jó van. Erre mondják, hogy hát jó van. De ennek az értelme az a nullával konvergált. Tehát nem volt gyakorlati tudása. Téged én meghajtottalak, amikor megcsináltad a távcsövet. Hányszor kezdtél hozzá? Föladtad vagy 5-ször? Aztán csak megcsinálta, összerakta. Ez a lényeg. Aztán leégett, aztán megint össze lett rakva, de most már egy sokkal jobb lett összerakva, mert voltak neki hibái, és lett rajta javítva. Ő volt az, aki megcsinálta nagyon jól. Összerakta, nyomtatott áramkört tervezett hozzá, beültette, megcsinálta, lemérte, beállította, az igen, de most már értesz hozzá. És ez a fontos, hogy és aki már egy ilyenen átment, annak van gyakorlati tudás, aki nem, az... De hát ő a gyakorlatban is ilyen szervisszerű munkákat csinálsz, és most is azt csinálod? Már nem? Szoftverekkel foglalkozol. Igen, hát az kevésbé ráz. A szoftverek ritkán ráznak. Igen, mert hogy abban nincsen áram. De betűket kell írkálni a gépbe, aztán jó van. Hát én... Mondjad? Mondjuk járművek vannak mögött. Ja, akkor már kicsit húzósabb, ugye, hogy falra kenődik, vagy nem. Hát össze. Ilyen van. Hogy... Hát ugye ott is az van, hogy járművek, most volt az a SMS-ezős hülye gyerek, aki 170-nel bevette a kanyart a vonattal. Ilyen iszonyú gyors vonat, de volt neki egy ilyen kanyarodó része, ahol vissza kellett venni, mit tudom én, 100 alá vagy a sebességet, mert különben leborult, és le is borult, mert ez a hülye nővel nyomta az SMS-t. És be volt indulva, ez ágában nem volt oda nézni, sehová se, ő nyomta maga a hülyeségét, és fel is borult a vonattal együtt. Na most azért 170-nel fölborul egy vonat, azon komoly bajok vannak, tudod? Ugye az utasok is jó, összetörnek, meghalnak, meg ő is esetleg. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen nem tudja, most abszolút nem tudja. Látom, vezetés közben próbál SMS-ezni.
Látom, ha nem látnám, vezetés közben. Tehát tényleg vezet is, meg még nyomkodja az SMS, meg puzerál valami elektronikáját, vagy valamit, és nem néz oda. Volt, hogy már nem most volt, jó régen, kim voltunk, még tévét szeretem, ezt is a szememre vetették, hogy egy ilyen hülye tévészerelő mit akar. Most csak úgy mondanám neked, hogy egy tévészerelő az félig pszichológus, vagy inkább pszichiáter. Ja, arra gondoljál, hogy embereknek a frusztrációi, hülyeségei, azt mind meg kell tanulni, le tud kezelni. Ha ott segédem, aki nekem nem volt túl, hogy mondjam, emberhez értő a főnöke, de nálam tanult emberhez értést, és volt, hogy bejött egy ilyen nagy kredenc pali volt, meg egy ilyen kis pörgetjű felesége, és voltunk náluk, mit tudom én, egy hónappal előbb, és aztán ők elrontottak valamit. Túltekert egy potmétert kajakra, és akkor, hát de nem én voltam a hibás, mert az nem volt, ilyen hibája nem volt a tévének. Akkor kihívott minket ott, ordítozott, hősködött, előadta magát. Azt mondja nekem hátul a segédem, hogy na ez csillapítsd le, mondom három mondat. Három mondat múlva azt mondja a Pali, hogy Gyurikám, főzzek maguknak egy jó kávét? Pedig így örjöngött a Pali. És három mondaton belül főzzek magának egy jó kávét. A főnökének is mutattam, ugyanaz volt, örjöngött a Pali telefonon. Na ez csillapítsd le, és akkor adtam neki, mondom három mondat. És három mondat múlva, hát persze értem, hát rendben van, nincs semmi probléma, kész. Tehát le lehetett kezelni, nem úgy kell reagálni rá. Ilyen pukkacs módon reagált, akkor nem. Hát a haverom az olyan pukkacs módon reagált, mert mit tudom én, még volt ilyen URH antenna hátul a rádiókban, ilyen pacsírt a rádió, és akkor volt benne egy csatlakozó, és akkor ott volt neki egy rendes antenna bemenete, meg földbe menete, meg egy URH antenna bemenete. Ez két luk volt. És akkor azt mondja, Pali, hogy és akkor most hová kell dugni? Hát ott van az a két lukoda. Na most az egyik ebbe dugja, hova dugja a másikat, a másik lukba? De most akkor, és akkor nem tudta Pali se, hogy felfogni, hogy két luk van, az egyikben már bedugta, dugja be a másikba, és ennyire nem jutott szellemileg. Mondta is neki a verom, hogy hát tudja, uram, én eszet senkinek nem adhatok, az nekem is kevés van. Úgyhogy megsértődött, persze mondalom se kell, mert elsütötte, nagyon jó vicc volt, csak hát ugye ügyféle szemben nem lehet ilyet elsütni. De hát mindegy. Mit van neked? Ja, a fénysebességes képet. Ne, parancsolj! Nem beszéltünk arról, hogy ja, ha becsapódik valami a fény, akkor nem semmisül meg. Nem. És a fényt azt meg lehet valami semmisíteni? Igen. Hogy? A mesében hogy semmisíti meg a királyfi a hétfejű sárkányt? Egyszerre. Mert ha egy fejét levágja, akkor azonnal kinő. Nem hirtelen, azonnal kinő. Tehát az, mintha le se vágta volna annyira gyorsan. Na most ilyen biológiai lény nincs. Mert nem is biológiai lényről szól a mese, hanem a fénykvantumról. A tűzokádó sárkány. Miért tűzokádó? Na? Mi kelti a fénykvantumot? Tahionok, az tűz, az a tűzelem. De hét tűz. Körbe-körbe másolódik. Aha, akkor hétfejű tűzokádó sárkány, azt mondtak, jó. És van is ott királylány hozzá. Ugye a királylány, aki... Az a transzporter. Az a transzporter, úgy van. Hát a lánynak lány mondjuk az első kis sárkányig lány, aztán már nem annyira nevezhető lánynak. És... Ez a körbe másolódó rendszer, de ha egy csapással csapom le a sárkánynak minden fejét, akkor megszűnik a sárkány. És ez nagyon lényeges, hogy jó irányba kell lecsapni a fejét, mert minden fej az előző fej látomása. Minden tűzokádó forrás az előző forrás látomása, ami mögötte van érdekes módon. Annak a látomása, és mivel ez a látomás körbe-körbe rohangál, hiába csapok le egyet, már jön is a következő, és kész. Működik tovább. A sárkány.
Tessék, parancsolj. Mind rendben, szép és jó, hogy a hétfői sárkány megszüntetni a fényt, de mi az értelme a látható fénykvantum, egy fénykvantum megszüntetésének? Mi az értelme? Ez az energia maga. Nem csak megszűnik, hanem keletkezik is. Ugye ma egy általánosan elfogadott tény, hogy az univerzum 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy ősrobbanásban jött létre, nagy pukkanás, szétrepült egy pontból minden, és benne volt egy pontban minden, aki ilyet mondanak, halvány violaszín elképzelése nincs egy részecskéről. Fogalma nincs. Mert a kvarkok kialakulását elmondta neked valaki? Hát azt nem. Mert most ezzel letettek minket már 60 éve. Most már, na, mondd már el, hogy működik, hogy keletkezik. Fogalma nincs. Tehát ezt már nem is lehet megtudni, meg, és szélhámoskodik, és még szélhámoskodik is. Fölveszik a rettentő sok pénzt, őrült sok pénzt vesznek föl. Az eredmény az vékony. Tessék, parancsolj. Visszatérve megint a fényre, hogy az jó? Belemegy a felületbe, akkor gyakorlatilag belemegy abba az anyagba. Az anyagi részecskéknek a felülete nem egy ilyen csupasz golyó, hanem ilyen pikkelyes. Te, ahogy itt mutogatom a pikkelyt így, hogy van egy kis rés a két pikkely alatt, tehát hogyha ide beszalad egy, a pikkely közé beszalad egy fénykvantum, ha szerencséje van, akkor kettő darab bejut, egy királylány, meg egy királyfi. Hát mi kell a szaporodáshoz? Ez kell a szaporodáshoz, hogy egy királyfi, meg egy királylány. És az azonnal kezdi gyártani a fénykvantumot, és hány periódus kell hozzá? 7, 8, és már megvan a teljesen új fénykvantum, abból a kettő darab megmaradt forrásból. Ha csak a királylány marad, akkor nem biztos, hogy ez a dolog létre tud jönni. Tessék, parancsolj. Ha megszüntetünk egy fénykvantumot, ugye 7 plusz egy forrás, ezek mind látomások, illetve egy az, ami nem látomás, hanem keletkezik. Az csak a teremtő. De az mindegyik látomás. Minden csak látomás. Minden. És ezt mondogatják az indiai mitológiában, mondogatják, hogy minden csak az Isten álma. És igen, mert ő az egyedüli konkrét, az összes többi az mind álom. Mert hogy minden az időben elcsúszott másolat. És olyan, mintha lenne, de ez csak időben egy hangyányit el van csúszva. Nagyon-nagyon parányit van elcsúszva az időben. És ez a nagyon kis elcsúszás teszi lehetővé, hogy legyen vele fénykvantum, anyag, stb. Parancsolj! És ha egy olyan anyagot világított meg fényjel, amiben már nem tud több fény belemenni, akkor visszaverődik. Ez, ha már még a fekete, akkor is visszaverődik róla, mert már nem tud belemenni. Ha bemegy az atomok között, hát ez egy anyagi valami, nem egy darab atom, hanem valami anyagi tárgy, ugye annak van egyfajta rácsszerkezete, valami térbeli elrendezése, akkor bemegy az atomok közé a fénykvantum, ide-oda pattog, aztán kijön a túloldalon. Tehát mondjuk van egy kazánlemez, egy jéghideg kazánlemez, pincéből felhoztad, 10 fokos. És kiteszed hajnalban, vagy reggel a napra, a keleti oldalra kiteszed, nekitámasztod a házfalnak a kazánlemezt. Te elől is hideg, hátul is hideg. Már délutánra, hogy sütött a nap, még viheted délre, meg még nyugatra is, hogy süss a nap. A lényeg, hogy így ferdén odatámasztott, hogy merőlegesen érje a napsütés, stb. Ezt meg lehet csinálni. Akkor szépen egyszer csak hátul is elkezd melegedni. Először előmelegszik, aztán hátul. De a becsapódó fénykvantumok szép lassan pattogva, de átjutnak a túloldalra. Hátsó oldalra. Tehát hátul is elkezd melegedni. Átmelegszik a vasdarabod. Tehát ez abszolút így van, biztos. És ezek a fénykvantumok, ezek ugye térbeliek, nem síkba kell elképzelni. Még akkor sem, ha polarizált fény. A forrásai olyankor egy síkba lehetnek, teljesen egy síkba, de a hullámteredése az mindig térbeli. És itt van a két rés paradoxon, a probléma, itt minden kijön. Itt abszolút következmény. Hát úgy kell neki lenni. Hát, hogyha én egy lézerre bevilágítok egy lukon, akkor az a lézerfény az egy nagyon szűk tartományban megy egy
mint egy cérnaszál, olyan úgy megy. És én bevilágítok egy lukon, ott keletkezik egy interferencia, jelnyön. De ha csinálok még egy lukat, megváltozik. Messzire csinálom a lukat, nem úgy, hogy a lézerbe világítson, nem. Egy araszol arra, ott csinálok egy lukat, megváltozik. Miért? Mert az ott áthaladó hullámok interferenciába kerülnek azon az ernyő felületen. Na most az, hogy kioltják egymást, az persze így nem igaz, ahogy mondták, de éppen aki itt volt az előbb, fiam benézett. Na, ő volt az, aki azt csinálta a Cornell, hogy két zseblámpával, két ilyen kis zseblámpával csinálta, hogy rárakott polarizátort a kis zseblámpácskára. Két egyforma kis zseblámpa volt. És az, mert ugye az van, hogy a két forrásból nincs interferencia. Csak ha egy forrásból ered, van interferencia. De elkezdte forgatni így a tengelyük mentén a lámpákat, és gyengítette, erősítette a két fény egymást láthatóan. Pedig nem voltak koherensek. Mégis gyengítette, erősítette egymást. Pedig izzolámpák voltak még benne. Tehát nem ledek, mert azért az koherensebb fényt ad. Tehát jobban együtt rezegnek a ledek, a lednek a fényei, mert az egy lézer tulajdonképpen. Sokféle van ebbe is, de az egy lézer. Egyfajta lézer, félvezető lézer. És van aztán abban olyan is, hogy 11 wattosom is van. 11 watt az nem kevés. Lézerbe az nem kevés. Az úgy átviszi az autógumit, mint a húzat. Megpróbálgattam, nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. És egy lézerfegyvert lehet bele csinálni. Hát igaz, hogy 40 amperes táp kell hozzá, mit tudom én, azért az körülményes, ugye. Mert igencsak sok áramot zabál, de működik. Működik. Próbálgattam, működött. Tehát visszatérve a fénykvantumra, a fénykvantum gömbszerűen terjed, hogy egész pontosak legyünk, spirálgömbszerűen, mint a csigaház az a spirálgömb például. Léti csigaháza az egy spirálgömb, csak még halad is. Tehát nem benn maradt középen a legkisebb csiga rész, hanem úgy még kúposodik is még, tehát úgy lenő róla olyan érdekesen. De mindig körbeveszi saját magát, úgy nő a csigaház. Ez nem úgy csinálja a fénykvantum, mert ő belülről keletkezik, nem a külső szélén, mint a csiga. Mert a csigaházat a csiga a külső szélén csinálja. És mindig jobban nő, és így körbe-körbe növi magát. Ez a fénykvantum az belülről keletkezik állandóan, és egyenletesen terjed kifelé minden irányba. A kerék, ami mindenfelé megy, Biblia, gyereke. Ott van a Bibliában. A kerék, ami egyszerre megy mindenfelé. Hogy lehet, hogy egyszerre menni mindenfelé? De nem ám úgy mindenfelé, hogy egy síkon, hanem térbe megy mindenfelé. Miért a csigaház nem mindenfelé megy? Dehogy nem. Az is egy térbeli csigaház. Nagyon érdekes. Simonfán volt egy öreg néni, aki egy csigaházakból csinált parlamentet. Összeragazgatta betonnal, vagy mit tudom mivel. Csigaházból csinálta meg a parlamentet. És megkérdezte tőle, de miért pont csigaházakból? Mert az Istennek ez a legszentebb állatkája. Gondold végig? Hát a mindenható ilyen. Csak az agyában mindenható az valami fantázia. Ugye, az képzeli a materiást, hát hiedelmek ezek, nem mondták neki, hogy ezt kell mondani, ez kész. Ezek csak ilyen klerikális hiedelmek. Már nem korszerű, már felejtsd el, babona, dobd el. Igen? Na, a süllyedőhajó, kíváncsi vagyok, mennyire lesz ez materialista. Amikor a Titanic elkezd a segge alatt süllyedni, akkor jön fel a víz, akkor milyen pofát vág. Akkor is, akkor se hisz Istenben, vagy akkor hirtelen eszébe jut a mi atyánk. Mondjuk. Mert hogy a nagyon nagy arcoknak is eszébe jut. Mondjad. A hőérzet, az mitől alakul ki? Ugye ezek a fénykvantumok elérik a külső neutron... Az egy nagyon bonyolult, tehát maga a hőérzet, az már az idegműködés, az már egy nagyon bonyolult rendszer. Tehát az már egy
ettől nagyon-nagyon messzire van, a fénykvantum működésétől. Nagyon messze. Tehát sok fénykvantum becsapódása, de mondjuk, hogy én hiába világítalak téged kékfénnyel, nem lesz meleg, de infravörösen világítasz, meleg lesz. Hát persze, mert a kékfénynek nagyobb a behatoló képessége, meg kisebb a fénykvantum. A kék színű fénykvantumok kisebbek, felakkorák, mint a piros. És ami után picike, hogyha 720 meg 360 nanométer, hát szóval felakkora körülbelül egy kékszínű fénykvantum, tehát kisebb a hullámhossza, kisebb maga a fénykvantum is. Én egy helyen kezdtem ezen nagyon gondolkodni, a polarizátoroknál is, ez nagyon fontos volt, hogy egymásra raktam két polarizátort, és így elkezdtem forgatni. És akkor néztem a fény felé, és rájöttem valamiről, ó, nem fekete lesz, amikor elfordítom, és nem jön át rajta a fény látszólag. Néztem a fény felé, kék színű volt, sötét kék. Mert az a kék még átfért a... Ugye itt az ujjammal csinálok ilyet, akkor lesznek az ég közte lukacskák. Így, látod? Lesznek lukacskák. És a lukacskákon még a kék színű átfért. De már a vörös nem fért át rajta. És akkor rájöttem, hogy ja, hát a kék ugye kisebb. És ezért lehet csinálni ez ilyen polár szűrővel is színeket. Tessék, van a csaj? De mondjuk ez valahogy azt is mondja, nem? Én gondolkodtam, hogy mi lehet a különbség egy piros meg egy zöld fény közt felépítésben. Az csak 540 nanométer, igen. Az átmérőhöz kötöm. Az átmérője. Mert a körbemásolódó tüzelemek, vagy a körbemásolódó tahionok, a világegyetemnek a teremtője az a tahion, csak eddig nem jöttek rá, le is tolták a pályáról. Van tudományos felfedezésben, benne van, csak aztán elhesegették. És akkor, hogyha megy mondjuk egy zöld fény, akkor mi az, ami neki megmondja, tehát mi az, ami biztosítja, hogy ő folyamatosan olyan pályán mozog, olyan kerületű pályán, hogy ő zöld fény akar lenni, és nem akar egy másik színen. Ez sem egészen igaz. Mert hogy honnan nézem? Mert a Doppler hatás a fényre is igaz. A Doppler jót fedezett föl annak idején, hogy az a fényre is igaz, mert ami ugye szembe jön veled fény, ott elől van egy kupak. Belülről keletkezik a fénykvantum állandóan, és a hullámai is terjednek fénysebességgel. Na de ha ő fénysebességgel megy, meg belülről ilyen nagy sebesség, több mint fénysebességgel rohangáló tahionok keltik, minimum fél pi, 1,57 c minimum a belső sebessége, ezeknek a tahionoknak, följebb mehet jóval, mondjuk pi fölé is mehet. És a színét határozom meg. De például, ha belemegy, besikerül neki menni, egy királylánynak meg egy királyfinak sikerül csak bemenni, mondjuk egy neutron pikkelje alatt, akkor bent újra kelti a fénykvantumot, de abban a pakolt környezetben baromi pici lesz az a fénykvantum. Nem olyan színű lesz, mint amiből keletkezett. És ez a lényege. Hogy amikor az annihiláció lép föl, vagy a kavitáció lép föl, akkor egy széles spektrumú fényrendszer keletkezik, szorodik szét. Hát de miért? Mert az atomba belül egy sokkal magasabb frekvenciájú fény, nem is fér el bele egy ekkora nagy fénykvantum, egy neutronban nem fér bele egy fénykvantum, de így belefér, hogy összemegy nagyon-nagyon picire, igen magas frekvencia, kozmikus sugárzás frekvenciájára, összemegy belül, mondjuk a neutronban vagy a protonban, és ott csapdába esik, nem tud kijönni. Pattog benne, de nem tud kijönni. És összeraktározódik egy anyagban valamennyi fény. És akkor van egy határ, amikor már a fénykvantumoknak, amik benne vannak, meg a börtönének, a részecskének, ami körülötte van, az a barion körülötte van, mondjuk egy neutron vagy egy proton, az annak az a, ez egy kapszula, egy ilyen kis tartályka.
ami tele van fénnyel. De ez belülről, az is belülről állandóan keletkezik, újra keletkezik, minden részecske állandóan és folyamatosan újra keletkezik, Tehát ez az, egy atom egy milliárdod perc múlva már, vagy másodperc múlva már nem ott van. Már egész más atomról van szó, mert újra keletkezett, minden része újra keletkezett. De te azt hiszed, hogy ugyanaz, mert ugyanolyan rózsaszín lesz a trikód. De közben az a trikó már nem az a trikó. Egy atomja sem az, mint amikor reggel fölvetted. Már teljesen új atomok keletkeztek belőle, csak azt hiszi mindenki, hogy mivel ugyanoda keletkezik, ugyanolyan atom, hát akkor értem, érted a fenét. Ugye ez állandóan újra keletkeltés állapota van az egész univerzum. Újra és újra és újra keletkezik. Parancsolj. Mint a RAM terület, amiről szó volt. Mint a RAM terület. Összefüggésben vannak ezek, igen. Azt a Neumann találta ki ezt a RAM-ot? Nem. Hát a Neumann az még nem, ilyen félvezetőkkel dolgozott. Még csöves technikával dolgozott. Igen. Én még javítottam ilyen IBM csöves szorzót. Meg az IBM 024-es, 056-os gépek még, az ilyen lyukkártya olvasó meg ellenőrző volt, azokban is csövek voltak még, elektroncsövek. Kapcsoló üzemű csövek voltak benne, és azok üzemeltettek dolgokat benne, de még elektroncsövekkel ment. A 604-es szorzó, annak a végébe le lehetett sülni a röntgen sugárzástól, az olyan volt. Ez ilyen háromajtós szekrénynél nagyobb volt, ilyen nagy szekrény, ilyen széles volt körülbelül, nálam magasabb, szóval egy olyan jó nagy szekrény, vas szekrény volt, és a végében volt egy ekkora nagy tápegység rész, és abban ilyen ekkora nagy uborkás üveg csövek voltak benne, ilyen elektroncsövek. Az aztán inotai erőmű kellett hozzá, az sok árammal ment. És nem tudott, körülbelül annyit tudott, mint egy zsebszámológép a legocskább fajta. Tudott gyököt vonni, meg tudom, néhány ilyen extra volt benne, de hát aztán ennyi volt. De nem volt nagy dolog, de már programozható volt, hogy mikor, mit csináljon, hová, ezt csinálja vele, szorozza meg, adja össze, mit. Szóval ilyeneket tudott. Alapműveleteket tudta meg, néhány dolgot, de nem sok mindent. Gyenge volt, mint a lágyőszi arma. De egy hatalmas nagy géppel csinálta. Ugyanazt, amit meg lehet csinálni, egy ilyen ócska zsebszámológéppel. Most már egy ekkora csípbe benne van minden, ami akkor egy nagy szekrény volt. Egy ilyen okos órában egy számítógép van, amit árulnak már ilyen okos órákat. Abban egy számítógép van, komplett számítógép. Te még órának képzeled, de már annak semmi köze nincs az órához. Lassan már te neked se lesz hozzá semmi között, csak még azt hiszed, hogy... Mert milyen jó, hogy leméri a vérnyomásodat, milyen jó, hogy még a futás közben megméri, hogy te mennyit mentél, mennyit futottál, hányszor voltál WC-n, mennyire ment fel a vérnyomásod szarás közben. Szóval mindent le fog neked mérni. Ez most még jónak tűnik. De hát pont az a fiam fejlesztett ilyen, aki itt volt az előbb, pont az fejlesztett ilyen katonai ilyen cuccot, hogy a katonára ráadnak egy ilyen elektronikus vackot, akkor az méri a vér-oxigén tartalmát, méri a pulzusát, mindent méreget, és ezt közvetíti. Tehát bemegy egy harci helyzetbe mondjuk egy ilyen komandós, és akkor azon van ilyen mérőeszköz, amit kintről lehet látni, hogy ő neki nagyon dobog most a szíve, vagy tudom én, túl gyorsan lélegzik, vagy a vércukorszintje elment, vagy vérnyomás elment, lehet látni ezen a műszeren. Távolról. Ez van a lényeg, hogy meghalt, kész. Az közben lehet, hogy nem is halt meg. Mert az benne az érdekes, hogy van aztán egyszer csak fölébred, hogy mi? Én haltam meg. Ugye, mert amivel elkezdtük, azt terjesztették, ugye, hogy az agyat tárolja az információt. Egy francokat. Akkor nem lenne testen kívüli élmény. És abból 100 000 szám volt tapasztalat az orvostudománynak. Nem igaz, hogy nem volt rá. Az hazugság. Meg hogy képzeleg, meg hogy a vér miatt meg a... Ne szórakozzál már velem. Tudta, hogy mit, milyen, hogy káposztás tésztát főzött az anyósa, tudta, hogy
hogy jön a mentő, ez a mindent tudott, de közben fülbe harapott. Megállt a szíve, kész. El is hagyta a testét, és akkor ilyettében elkezdett ide-oda futkározni, hogy most mi van. Nem olyan sebessége, mint ahogy tud futni, hanem egy másodperc alatt otthon volt, megnézte a káposztástésztát, mert nagyon éhes volt. Még hazafele menett. És akkor mi lesz ebédre? Elrohant haza megnézni, hogy lesz ebéd. Mert ez még akkor neki nagyon fontos volt, amikor meghalt. Abba a pillanatban, ugye, mert éppen arra készült, hogy fú, anyosom valami nagyon jót főz. És akkor hazament megnézni, hogy mit főzött az anyosa. És csomó ilyen, aztán látja, hogy jön a mentő, látja, hogy élesztik, és akkor visszatér, nyomják a pumpáják a testébe, elindul az agyműködése minden, akkor elkezd látni, akkor elkezd neki fájni. Addig nem is fájt neki. Tehát testen kívüli élmény az nyilvánvalóan megmutatja, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk. Az agyunk az olyan, mint egy telefonközpont, de ebben van egy központi egység, és a központi egység nélkül ez nem működik. Tehát a telefonközpontnak vannak nagyon kis autonómiái, vagy a sejtjeinknek is vannak autonómiái, mondjuk meghalsz, és még nő a körmöd, meg a hajad, az még nő. Mert az ilyen másmilyen, ez a keratin, ahogy termelődik, ez egy másmilyen folyamat, mint ez. Persze, mert hogy a körmöd, hogy milyen sejtből jön ki egy ilyen lapos köröm. Ezen kell elgondolkodni. Vagy az ott még a körömágyba folyadék, és a levegőre kérve térállósodik? Mert a hajad nem laposan jön a fejedről le. De lehet, hogy lehetne olyat is. Lehetne olyan is, hogy nem egy ilyen szálanként van, hanem egy ilyen lapokban jön, mint a pikkelyei a halnak. Ugye az is ugyanaz, nem? Tessék észrevenni. Tehát a természetben nagyon érdekes dolgok vannak, amit észre kéne venni. És ez nagyon fontos. Tehát nem az agyunkkal gondolkodunk, az agyunk az csak egy átviteltechnikai eszköz a lelkünk meg a mozgatórendszereink között. Tehát a szemünk, a fülünk, az öt érzékszervünk, meg még van vagy 16 azon túl, vagy 15, mert az egy csatornán megy el az összes öt érzékszerv. Ami 6, mert van még egy hatodik, amiről már tudnak, de nem igazán definiálták. Az az orrodban van, ami nem kimondottan szaglás, de az is egyfajta szaglás. Amivel a szexuális szagokat érzed. És az büdös, és mégis nagyon jó. Szóval ez az, ami furcsa. Tehát mit tudom én, csinálták Amerikában olyan kísérletet, hogy a ilyen srácoknak a megizzadt trikóit, amit tényleg büdös volt, mint a fene, odaadták a csajoknak, hogy mondják meg, hogy ez milyen. Azt mondja, nagyon büdös, de nagyon jó. Érted? Mert volt benne egy olyan hormon, amitől a zebegni kezdett nála stupedni. Igen. Mert igen, mert ez egy lényeges dolog. Hogyne? Abszolút. Lehet itt lecikizni, meg jaj, mindig ez érdekli, mindig ez itt az eszébe. Hát az impotensek ilyeneket mondanak persze. Akiknek soha életükben egyszer nem volt semmilyen élménye. Na hát az aztán magyarázhat ilyeneket. A szűk szexológus nő. Találtam egy ilyet, jaj, nagyon jó volt. Nem volt még soha férfivel, de kioktatott mindenkit. Hát ez mondja, ilyen, ezt mondom, igen, ez rendben van, ez nagyon jó. Nem próbáltad még? Próbáld már ki. Nem lesz rossz, nem azért mondom, próbáld legalább ki. Mert hogy mielőtt itt kioktatsz mindenkit, hogy milyen, így jó, meg úgy jó, hát honnan tudod? Nem mondták? Hát ne az. Tehát a szerelemet nem lehet filmre vinni. Azt gondolják, hogy lefilmezzük az aktusnak bizonyos részleteit, és akkor az milyen. De az nem a szerelem. Amit belül érzel, annak semmi köze nincsen az, amit a nemi szerveiddel érzel. Vagy a simogatás, megsimogatlak, és az neked nagyon jó, mondjuk. Tehát semmi köze. Na, innen folytatjuk. Ez egy izgalmas dolog lesz még.